A Fiatalok Fehérvárért projekt keretében a pályakezdő munkanélkül fiatalokat vonják be a közösségi feladatok ellátásába. Szűrővizsgálatokat követően kerül kiválasztásra. A szeptember 1-jével indult program megvalósítására uniós támogatást nyert el a City Szociális Egyesület. A programban 20 fiatal vehet részt. A projekt fő célja az az, hogy valóban legyenek itt a térségben olyan fiatalok, akiket ilyen programokban később be tudunk vonni, illetve generálni tudnak ők is ilyen programokat, akár Székesfehérváron, illetve Székesfehérvár környékén lévő településeken. A program nem titkolt célja, hogy a fiatalok és gyermekekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások humán erőforrás fejlesztésével egy olyan modell jöjjön létre, amely a város és a civil szféra együttműködésében a pályakezdő fiatalok bevonásával valósítsa meg a nem kötelező, de a társadalom számára igen hasznos közösségi feladatok ellátását. A kortárssegítők hathatós munkájával sokkal közelebb tudunk jutni a fiatalokhoz, és a fiatalok is szívesebben fordulnak rajtuk keresztül hozzánk. Én azt gondolom, hogy az a 20 fő, aki ebbe a programba részt vesz, az nagy segítség lesz ennek a munkának. Én nagyon bízom benne, hogy megtalálják majd a fiataloknak azon szegmensét, akikhez az önkormányzat vagy más módon mi nem tudunk eljutni. Október 15-ig várják azoknak a pályakezdő fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen vesznek részt közösségi feladatok megvalósításában, kedvet éreznek ahhoz, hogy képezzék magukat, szívesen foglalkoznak gyerekekkel, fiatalokkal, legalább alapfokú végzettséggel rendelkeznek, nem múltak még el 25 éves és regisztrált pályakezdő munkanélküli fiatalok.